Szevasz! Az a kérdésem, hogy, hogy hol a határ a teljes fasság és az igazi sport között? Szerintem ezen a határon túlléptünk. Kívülről úgy néz ki az egész, mint amikor egy halalteli medencébe bedobok egy kenyérmorzsát, és akkor mindenki rámegy, és próbál csipekedni, a víz alatt is ugyanígy küzdötök a kis korongért. Igen, hasonlóan működik a dolog. Ez egy hivatalos sport egyébként? Ez egy abszolút hivatalos sport. Magyarországon meg így a Közép-Európában nem annyira elterjedt. 1950-es években találták ki. És mi a játékszabály? Mi az, hogy néha így kint csörögtök a parton, és néha pedig a víz alatt szenvedtek? Cserék vagyunk. 6 játékos játszik egy csapatban, 4 csere van maximum, és bármikor cserélhetnek, de az a kitétel, hogy a vízben csak 6 fő lehet benne. Te miben vagy a legjobb? Például a hátadra fekszel a vízen, az orrod egy abszolút egy ilyen cápa huszonynak megfelel, és megijednek a többiek, és kirohannak a vízből. Ezt még nem mondták, de biztos jó. Mert bennem kell volt. Ez nem az a sport, amit kívülről egyáltalán nem lehet élvezni, mert nem is látszódik semmi. De ez pont az a sport, úgyhogy szerintem buszony, bóesz a műveg, és le a víz alá kamerával. Nincs egy hiányérzeted, hogy itt örjöngő közönség imádata venne téged körül, ha például látnák, hogy éppen ügyes vagy-e, vagy nem? Nekünk pont elég a passzolás, csapatjáték, és utána, hogyha gólt lövünk. Akkor gondolom, pénzt nem lehet ezzel a sporttal még szerezni, szóval te nem tudnál lerobbanni a Merciddel, mint Zsuzsák. Még azzal még nem. Reméljük majd később, igen, de még nem. Egyébként ez a globális felmelegedéssel összhangba hozható sportág? Igen, ez a fókáktól lessük el a mozzanatokat, és próbáljuk azt alkalmazni a víz alatt. Te már suhintottál gólt? Itt most még nem, mert most kezdtük, de azon leszek, hogy suhintsak. Korcsolya élvédő, az a bot, azzal játszottok? Nem, ez egy... Csak hasonlít rá. Falat fogva ráúszással kell egy középen levő korongot elérni, passzolásokkal, és egy kb. 3 méter hosszú kapuba kell ezeket bejuttatni. Pont ez az érdekesség, a titka az egész játéknak, hogy az embereket nagyon kell ismerni, a társaidat, a csapatsport. Sokkal jobb, mint egy másik sportban, mert itt nem tudsz velük kommunikálni, nem tudsz velük beszélni. Ezért ilyen abszolút metakommunikáció folyik, hogy figyelj, haver, elfogyott a levegőm, gyere le segíteni. Ő abszolút nem egy sportalkat. Nem, ő nem igazán. De egyébként vannak, akik... Jól merül. Van pont ez, hogy ilyen nagyon statikus ember, viszont hogyha nehéz átvinni a korongot, mert akkora, és akkor ilyen őserő van benne, hogy ugye nehéz rajta izomból átvinni a korongot. Pisi mehet a meccs alatt? Nem, nem volt még.